A tengerek meg annyi változatos és rejtelmes élőlénynek adnak otthont. Üvegakváriumokban mi emberek is gondoskodhatunk egy cseppnyi tengeri élővilágról. Zongának azonban akadtak kérdései. Mitől lesz egy akvárium tengeri? Több dolgon is múlik, de a legfontosabb az az, hogy tengeri víz van benne. Honnan szerzünk hozzá tengervizet? Ha egy ilyen akváriumot szeretnénk, akkor nekünk kell megfelelő sótartalmú vizet készíteni. Kerülni kell a sima csapvíz használatát, helyette inkább szűrt vízhez érdemes keverni a különféle ásványokban gazdag sót megfelelő arányban. Enélkül az állataink nem éreznék jól magukat. Milyen halakat lehet együtt belerakni? Ez függ az akvárium méretétől is, de a legkedveltebb fajok például a bohóchalak, doktorhalak, leopárd ajakos halak, tengeri csigák és rákok. Azonban nem szabad elfeledkezni a korallokról sem. Ezek a színes élőlények nem növények, hanem állatok. Ha közelebbről megnézzük őket, akkor látható, hogy a virágszerű állatok élénken hullámoznak ide-oda. Vannak lágy és kőkorallok is, de akadnak köztük olyanok is, amelyek kék fényben fluoreszkálnak, azaz úgy világítanak, mintha neon színük lenne. Milyen szépen világítanak! A tengeri halakkal együtt egyes korallok is planktonokkal táplálkoznak. Milyen gyakran kell takarítani? Egy ilyen színes akvárium minden tekintetet magára vonz. Hogy megőrizzük szépségét, fontos, hogy hetente takarítsuk és ellenőrizzük a víz minőségét is. A sok fáradozásért cserébe egy kis varázslatot visz az otthonunkba.